Na, sziasztok! Ebben a kis videóban egy nagyon elrettentő példát szeretnénk nektek bemutatni. Említeni fogom a céget is, szándékosan, azért, hogy más ember ebbe a hibába ne fusson bele. Rendeltem egy IVG SP15-ös kompakt pisztolyt. Tudjuk, vannak olyan török modellek, amik leverik tudásban, stb. Mint fegyvergyűjtő, sportlövész, félőkkel úgy voltam vele, hogy megrendelem, nem is lett volna ezzel semmi gond. PV-sztorból rendeltem, kőkemény 89 euróért, ez le volt árazva. Majd itt Németországban változó szórásokat tapasztalhat az ember az árába, itt van egyébként. És PV-sztor, tessék. Le volt értékelve 120 euróról. És ott volt a történet lényege, hogy amikor kibontottam a csomagot, kivettem a kis kofferkét, kinyitottam, és elém tárult ez a kép. Első ránézésre azért bizonyos jelek, árulkodó jelek így szembe tűntek, mint például ezek a kis benyomódások, amik egy új pisztolyon általában nem szoktak rajta lenni. Itt szerintem a másik oldalt is lehet itt-ott látni. Oké, rendben van, gondoltam magamba, jó van, hát... Ja, meg ami a másik, ami nagyon szembe tűnt. Rakétalövőt oldott rozsdás, mint az állat, egy új fegyvernél nem szokott előfordulni. Több évi állás során sem, mert ugye bekenik fegyverolajjal, és akkor általában ez szokta tenni a dolgát. Nagyon párás körülmények között szokott egyébként a vakrosd előbújni a fegyveren. Szerintem egy normális raktárban ez nem szokott előfordulni, na de mindegy. Hát gondoltam, nézzük meg, megfeszítettem a kakast, itt jött a másik szembe ötlő történet. Próbalövés sem csinálna azért ekkora benyomódást, ráadásul. A kakason, jó, oké, elég nagy az ütőszege, de azért lehet látni, hogy viseltes a történet. Biztosítót felnyomtam, már az sem volt annyira nagyon bizalomgerjesztő történet. Megpróbáltam a revolver az elsütési módot, hát bitangerős és nagyon reszelős, na mindegy. Kivettem a tárat, szembe ötlött megint egy nagyon durva dolog, ott látszik a lőpor füstnyoma, ami azt jelenti, hogy a fegyverrel már adtak le lövést, és több mint próbalövést adtak le, mert azért egy-két próbalövésnél ez nem szokott előfordulni, vagy hogyha igen, akkor is ugye áttakarítják a fegyvert, és a fegyverolaj lehozza. Ezt direkt nem fogom most átpucolni, mert ez megy vissza a PV-sztornak. Olyan e-mailt írtam nekik németül, hogy még a magam is csodálkoztam rajta, de azt nem teszik be a kis ajtóba, az biztos. Következő mozzanat. Hát... Nézzük meg, hogy mizu. Látom a ütőszeg fészket. Nem látom az ütőszeg végét. Hát gondolván az ember, hát a repülő ütőszeges. Benyomtam. Ez tárult elém. És ezt mindjárt szét is kapom nektek. Na, hát szedjük szét a fegyvert, mert... Ja, szánakasztó. Török fegyvereket szídjük, mint a bokrot, hát szánakasztónak itt le kéne oldani. Mindegy, szétszedés a következő szerint történik. Hátra húzod a szánt. És kinyomod belőle az elsütőtengelyt. És az elsütőtengelyt, a szánrögzítőtengelyt. Ami egybe van szerelve a szánakasztóval. Ezeket szokták általában hívni problémás szánakasztónak. Na, kapjuk szét. Szétszedtem a fegyvert. Megnéztem a szánnak az alját, a belsejét. És egy ilyen látvány tárult elém. Ez is tiszta korom, Cox, Lara kódás, stb. Mit jelent mindez? Az, amire a vásárló történetesen én,
kiadtam 30 ezer forintot, meg 90 euró 30 ezer forintnak felel meg. Elküldtek, remélem, hogy csak tévedésből, és nem szándékosan, egy használt szart pisztolyt, aminek az ütőszege hiányzik. Ugyanis ennek a fegyvernek van egy olyan konstrukciós története, hogy az ütőszege elég érdekesen van elkészítve. Egy számmal kisebb kell. De az még nem is lenne akkora nagy probléma, mert azt is ki lehet egyébként kiszöbölni egy csappal. Még kisebb kell bele. Az első, és a ütőszeget azt úgy tudod kivenni, hogy itt van benne egy csavar, és gyönyörű szépen kitekered. De az sem mindegy, hogy hogy tekered ki, mert ugye most hogy tekered vissza, mert ez fúra be lehet egyébként tekerni, és akkor onnantól kezdve a fegyveret használhatatlan. Na nézzük. Ugye itt van benne a helyre toló rugója, a som rugócskája, ami így van beakadva. Így tessék. Itt a probléma. Ez így van felépítve. Hol az ütőszeg? Hol az ütőszeg? Sehol. Első neki futásra azt mondtam, hogy na, próbáljuk meg megoldani a problémát, de utána azt mondtam, hogy a francokat. Hát van ezen két év garancia. Ráadásul három napon belül, ha én visszajelzem, hogy szar, akkor kötelesek kicserélni, megtéríteni az árát, vagy valami, de még lesz egy kellemetlen elbeszélgetésem az úriemberrel, akivel kontaktban vagyok, mert ez így nem buli. Eddig én nagyon-nagyon cufriden voltam a PV Store-ral, nagyon elégedett voltam velük, mert nem egy termékem van tőlük. Az M9-es para jó rendben van, az lőtéren nem úgy szuperálta, ahogy én szerettem volna, de azt meg tudtam oldani egy csőszűkítéssel. A Sigsauer P239-es, ami ugyanúgy a PV Store Berlinből van, az is rendesen teszi a dolgát és működik. Egyedül ez az egy termék az, amire azt mondom, hogy ez egy nagy átcseszés. Szóval az internetes vásárlásokkal nagyon figyeljetek oda, mert ha nem figyelsz, úgy átcsesznek, mint a húzat. Visszaki tartalomban, hát a fegyver az így néz ki, hüvelykivető ormán mocorog. És egyébként meg nem olyan hú de nagy vaszizdasz van benne. Akárhogy is nézzük. Mert várjál csak, ennek kell alá kerülni. Ja. Talán a szánakasztó probléma meg van oldva, de még mindig nem az igazi. Mert fegyverre nem lehet lövés leadni. Egyébekben nem lenne rossz, mert amire kitalálták, mint önvédelemre lehet használni, szerintem. Attól függetlenül, hogy a németek leholták mindenféle szarnak. De azért erre rendesen oda kell figyelni. Ha vásárolsz a netről, akkor lehetőség szerint úgy csináld, hogy az jó legyen, mert különben úgy megszívottak, hogy utána öröm lesz nézni. Ráadásul ott vagy a szánakasztó, azt szerintem megint nem akad be a rugóba, nem hát. De rajta van a rugó, csak nem nyomja le. Ennek le kéne nyomnia, nyomódnia. Olvastam egyébként, hát a feszülintés az is egy érdekes történet.
Olvastam egyébként neten német hozzászólásokat, azt mondták, rengeteg olajra teszik a fegyvert. Hát a fene se tudja. Akinek ilyenre van ingerenciája és szeretne vitrínben tartani, ilyet az rendben van. Nem lenne egyébként ezzel a fegyverrel semmi gond, mondom, mert használható. Tényleg dizájnja HKUSP kompaktot másolja, csak az, hogy megpróbálják átbaszni az embert, úgymond, mert úgy vannak vele, hogy magyar vagy, idekint külföldön magyar vagy, akkor basszuk át a magyart, és akkor majd lesz belőle valami. Hát elnézést kérek, pont egy sportlövész vélógiát akarnak átcseszni, aki kölyökkora óta fegyverekkel foglalkozik, bizony elég sok fegyver megfordult a kezembe, és azért na, most gondoljunk abba bele. Van egy laikus személy, beregisztrál a PV-Store oldalára, és akkor azt mondja, hogy hú, megrendelem ezt a fegyvert. Tényleg az interneten nagyon szép kép van fenn róla. Megrendeli, elküldik neki ezt a szemetet, egy selejtet. Az ember jóhiszeműen, ha már van idekint viselési engedélye, vagy éppenséggel ismerős által jut hozzá, és Magyarországon fogja használni, akkor az ember jóhiszeműen elmegy, ugye elvizsgáztatja, meg lesz az MKH kártya, megkérde az engedélyt, elfelejti a fegyvert kipróbálni, bár mondjuk a MKH-nál már általában kiszakott ütközni a probléma, ott észre szokták jönni az ilyen bajokat, de maradjunk itt Németországban, ugye megvan a fegyverviselési engedélyed, ami azt jelenti, hogy nem fegyver, hanem személyre adják ki. Megveszel ezt a fegyvert, húgyja vele, hogy hú, de nagyon faszajó. Tomb Raiderben is ilyen volt a Lara Croftnak, meg a faszom kínjának, és akkor utána úgy vagy vele, hogy fogod, megtöltött, tokra vágod, és akkor viseled. Éppenséggel ott lesz van a nagy probléma, hogy egy konfliktus helyzetben, amikor fegyvert kellene használjál, nem fogod tudni használni, mert a fegyvered abszolút, de nem fog elsülni. Semmi szín alatt nem fog a fegyvered elsülni, innentől kezdve téged, vagy megkísérlek, vagy leütnek, vagy agyonvernek, stb. És akkor onnantól kezdve lehetsz Istenhez panaszra, hogy akkor most mi volt. Ezért mondom, hogy amikor interneten vásárolsz, ez egy nagyon jó tanács, azonnal nézd meg a fegyvert, hogy mit vettél, mit küldtek. Megegyező típusa egyáltalán. A másik meg szedd szét. Szedd szét, nézd meg, hogy mindene megvan-e, mindene működik-e. Ugyanúgy ütőszeg, kakas, elsütése, hát az, ami batárkemény. De bum. Úgyis az első lövés DA-ba adod, a többit meg már SA-ba fogod. Az SA-ja az szép. Az szépen gyönyörűen jár, egy pici reszeléssel, de az még tűrhető. Nem tudok más mit hozzáfűzni. Figyeljetek erre az internetes vásárlásra oda, mert átcseszik az ember. Legyen meg a rechnungod, legyen meg a számlád róla, minden. És akkor utána három munkanapon belül ezt vissza tudod nekik küldeni, ők nekik pedig kötelesség kicserélni egy új modellre, vagy egy olyan konstrukciót felajánlani nektek, neked, ami jó lesz, ami például azt jelenti, hogy vagy visszafizetik az árat, például, vagy küldenek egy másik modellt, egy újat, nem használt szart, vagy pedig egy úgynevezett csere akciót lehet lebonyolítani, amit én csináltam a Walterommal, mert vettem egy Walter P22-est annó, itt a Jagdausstatter Kalinától. Herr Kalina nagyon rugalmas egyébként ezen a téren, mert neki is azért az ügyfél az ügyfél. Az elégedett ügyfél, meg azért a legjobb ügyfél, szokták mondani. Visszajöttem egy nap után a fegyvert, felhívtam telefonon, mobilon, figyelj Jörg, ez van. Benéztem a terméket, nem szeretném ezt tovább használni. Lövést nem adtam le a fegyverrel, tesz videót mondjuk készült róla. És akkor ki tudjuk esetleg cserélni az Olaki 917-eshez. Mit mondott erre Jörg? Rendben Péter, holnap én 9 órakor nyitok, akkor leszek benne a boltba, hoz vissza a terméket. Visszavittem, megnézte, tényleg egy megnézte, nem volt semmi, ezért megszagolta a csövet, megbizonyosodva arról nem adta le vele lövést. És akkor utána mondta, hogy rendben van, akkor itt van az Olaki. A Walter került akkor 130 euróba, az Olaki került 170-be a titán felületkezelésű. Azt mondta, jó, kérem, van Péter, fizetsz el 40 eurót, azt vigyél. Ennyi. Szóval azért mondom, hogy erre figyeltek oda, ezt a videót itt direkt azért csináltam meg. Most leszarom, hogy a PV Store-nak mennyire fogom rombolni a bizniszét. Másik még, ez, és ezt a kint élő magyar fegyvertartókhoz beszélek,
akinek még nincsen sajnos ebben tapasztalata, arra figyelj oda, hogy nem szabad mézes, mázason, nyálason panaszlevelet írni nekik, megírod a panaszlevélbe, hogy ez a artikel szar, nem működik, ez és ez hiányzik belőle, és utána hozzá kell tenni egy olyan varázsmondatot, ami nekem már többször is működött itt Németországban, amennyiben nem tudunk rendes konszenzusra jutni, és a problémám nem lesz megoldva, akkor, hogy nem lesz egy előnyös megoldás számomra, akkor biztosíthatom önt vagy önöket, hogy sem én, sem a barátaim, vagy ismerőseim a közeljövőben nem fognak maguktól vásárolni. Erre olyan vérszomát kap az ember, és úgy beindulnak azonnal, hogy megtalálják a megfelelő megoldást, hogy tényleg nekem volt úgy, hogy 24 órán belül már a következő termék így kopogott az ajtóba. Ennyit szerettem volna csak elmondani nektek, hogy figyeljetek oda. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!